Nyit december 8-án, már másfél éves bezárást követően. Mi azt gondoljuk, hogy megtaláltuk azt a jövőjét a Gundelnek, amire szerintünk régóta vár a szakmai közönség és a nagy közönség is. Ez átalakítással, új étlappal, frissítésekkel és sok-sok érdekességgel fűszerezve jelenik meg. Maga az étterem 1894-ben épült az épület, ezt követően egy Van Petits nevezetű vendéglőst kezdte el üzemeltetni, és maga Gundel család 1910-től kezdte el az étteremmel való foglalkozást. A Gundel étterem igazából attól híres, hogy számos olyan étel itt született, amire már azt gondoljuk, hogy ez a velünk élő magyar gasztronómia. A paprikás csirke, az újházi tyúkhúsleves, a palócleves, egy ilyen tejfölös, gombás paprikás ragú, amit bakonyi gombaragúnak hívnak, de ugyanilyen a Gundel palacsinta, a somlói galoska, a rákóczi túrós. Tehát azok az ízek, amiket mi a saját gyerekkorunkban megszoktuk, annak egy jelentős része a 20-as, 30-as, 40-es években itt született ezen falak között. Az új Gundel most 2021. december 8-ától mindenki számára elérhető lesz. Ez azt jelenti, hogy egy olyan típusú étlappal készültünk, aminek van egy kávéház és egy éttermi része. A kávéházban lesz reggeli kínálat, lesz napközbeni snack és egytálételek, nyilván lesznek főételek is, egy egészen hangsúlyos desszert kínálat és egy egészen elérhető árszínvonal. Én szeptembertől dolgozom a Gundelben, és én az ötlet gazdáktól, mert úgy kaptam készen az étlapot, és ők is úgy kapták készen, hiszen a Gundel étlapját nem kell megírni, a Gundel étlap 80 éve meg van írva. Igazából mi nem gondoltunk semmit újra tervezni, hanem csak azokat az ételeket szerettük volna készíteni, amiket gyakorlatilag az ország és a világ az Gundel családnak köszönhet. Ezeknek jelentős része ugye az elmúlt 100 évben kreálódott ételek. Mi hiszünk ezekben az ételekben, nekünk az a dolgunk ennek a háznak a falai között, hogy mi higgyünk ezekben az ételekben. Én jó magam is ezekkel dolgoztam az elmúlt 15 évben, úgyhogy én ezeket szeretném készíteni. Ezért vagyok itt. És azt gondolom, hogy most találtunk egy olyan metódus és egy olyan köztes vonalat, amiben kicsit modernebbé is tudtuk tenni, de nem gondoltuk át, nem gondoltuk újra, csak elkészítettük az ételeket úgy, ahogy azt gondoltuk, a mai ember szívesen fogyasztaná, felfrissítettük az ételeket. Az alap elképzelésünk az volt, és mi így is próbáltuk ezt a belsőt létrehozni, hogy senki ne érezze úgy, hogy ez egy nagyon alkalmi hely. Hogy érezzem úgy, hogyha a Városligetbe sétálok, akkor ez az ugorjunk be a Gundelbe, ez ne legyen egy átgondolandó kérdés, mert hogy a belső építészet, a hangulat az legyen annyira befogadó, annyira mindenkinek szóló, hogy különösképpen rákészülés, vagy felöltözés, vagy dresscode nélkül az ember úgy érezze, hogy ide való. Gundel ilyen szempontból egy olyan teret hozott létre, ami kedves, bájos, egy csomó kis titkot rejt, egy ilyen szecessziós formavilággal egy viszonylag könnyed kávéházi teret alkottunk. Az étterem az nyilván ilyen szempontból éttermesebb maradt. A cél az volt, hogy egy mindenki számára befogadható, közvetlen, oldott helyet hozzunk létre. A helynek a feszességét ugye megadják ezek a mahagóni felületek, ugyanakkor eleganciát is sugallanak. Ez fontos volt számunkra, további a tapéta felületekben, a mozaik felületekben. A közvetlenséget, meg az, hogy ide ez minden ember számára egy elérhető hely, és a közvetlenség és a fiatalság és a természet közeliség, azt gondoljuk, hogy ezekkel a gegekkel tovább oldódik.